Kedves jelenlévők, szeretettel köszöntök mindenkit, és hát nagy tisztelettel köszöntöm előadónkat, Farkas Lőrinc személyében, aki a Körösi Sándor Magyar Egyetemnek a cikkigazgatója, és egy könyvkiadót is vezet, és többek között ő adta ki Magyarországon először magyar nyelven Hermes Trismegistosról a könyvet, és ez volt az egyik szempont, ami engem arra vezetett, hogy megkérjem Lőrincet, akivel régi barátságban vagyunk, hogy megtennéd-e, hogy eljössz ide a mi asztrológiai Radix szokásos fórumunkra, és elmondanád a gondolataidat. Már csak azért is, mert hát én azt gondolom, hogy az asztrológiai szempontjából, tehát főleg itt, hogy ti mindannyian foglalkoztok a témával, Hermes Trismegistos egy elképesztő jelentőségű lény a történelemben, és én nem is beszélek erről tovább, hanem átadom neked a szót, Lőrinc. Ha esetleg nem jó mutattalak be, akkor egészítsd ki. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntünk körünkben. Minden magas műveltség tudta, hogy az ember a Földön születik ugyan, de nem innét ered. Éppen ezért minden földi dolog, ahogy Hermes Trismegistos írja, Krisztusban 14 ezer évvel, a magasságból veszi kezdetét. A kérdés persze az igazából, hogy az ember számára a magasság megragadható-e. A látható és a láthatatlan, a tudható és a tudhatatlanok határát meddig képes ő úgy kitágítani, hogy a léthorizontja számára észlelhető, érzékelhető valóság legyen. Első kérdés minden esetben az, hogy ezek a magas műveltségek, ami alatt értem Kínát, Szkítiát, Indiát, Sumért, persze Egyiptomot, mindegyiket tartalmazza azokat a látásmódokat, amelyeket a Hermes Trismegistosi hagyomány számukkal való, mert összegyűjtött tanításaiban megmutat. Az összegyűjtött tanításai, nem tudom melyik kötőnek a kezébe volt ez valaha, összegyűjtött tanításai voltak, éppen sem másról nem szólnak, mint arról, amit könyv hátuljára idéz egy alán föltettem, hogy minden, amit a Földön tesznek vagy mondanak, a magasságból veszi kezdetét, eredetét, ahonnan az összes lényeges tulajdonság szétárad. Mérték és egyensúly szerint itt semmi sincs, ami nem fentről származik és nem oda tér vissza. Számomra a legnagyobb probléma nem az asztrológiában, hanem az asztronómiában van. Az asztrológia tudjuk nagyon jól, hiszen hol mondhatnám ezt máshol, mint itt, hogy az a fajta beavatási rendszer, ahol számunkra az ember sokkal, de sokkal több sem, mint el tudnánk képzelni, hogy mennyi lehetőség, erőlendület, álom, hit és valóság gyülemlét föl benne. Mondjuk Berossos óta tudjuk, hogy az emberiség tudása több százmilliárd éves. De egész pontosan, Krisztusod második században megfogalmazza egy babiloniai pap, aki ismerte a görög filozófiát és az Akkád-sumér ékírásoknak, a agyagtábláknak az üzenetet is meg tudta fejteni, illetve olvasta, hogy ő egész pontosan 216 milliárd évnyi emberiség tudásáról beszél. Azt, hogy hogy jött ki a 16, illetve a 6, azt nem tudom, de ez a 200 milliárd, ez valami nagyon komoly, nagyon súlyos. Valami mérhetetlen, valami fel nem fogható. Egész biztos, hogy az önöknek is a valóság egy olyan fajta konzisztenciáról tesz említést, bizonyossága valószínűleg volt neki, Berossosról beszélek, aki Hermes Trismegistosra utal minduntalan. A hagyomány szerint a vízözön az akartiszi kor elmúlásával az átmenekítésnek az eszközét, az irányveliséget, mint Tot Isten, a bölcsesség, az irányveliség és a számolásnak az Istene, hagyományozta át, és írta volt le.
Azt biztos tudjátok, ismeritek azt a szöveget, hogy azért tegezem mindenkit, mert ha az atyámat tegezem, akkor az atyámnak a lányait és a fiait is tegezem. Az biztos ismeritek, hogy úgy szól a szöveg, hogy egy másik fordítás, akár a hangosféle fordítás is lehetne, hogy amint fent jut lent. Ennek ugye van egy tovább gondolása, tovább álmodása, vagy sejtetése, hogy ami kint, az bent. Tehát ez nem is lehet másként, ha jól belegondolunk. Ha igazából belemerünk tekinteni abba, amit nagyon egyszerű hétköznapi szinten talán úgy lehetne elmondani, három gyönyörűséges fiam van, mint a Plorosznál meg az nagyon egyszerű. Az első fiam lehetett olyan 3 éves, és azt kérdezte, hogy papa, hol élünk mi, hol lakunk? És akkor mondtam neki, hogy gyarok egy utcán, hol van ez? Hát Angyalföldön, hol van ez Angyalföld? Budapesten, hol van a Budapest? Magyarországon, hol van Magyarország? Európában, hol van Európa? Hát Ázsia nyugati félsziget, és hol van Ázsia, aminek Magyarország a nyugati félszigete? A Földön, és hol van a Föld? Hát a naprendszerünk, és hol van a naprendszer? Egy csillagáradat, és hol van csillagáradat, szóval. És itt egy tartalmas tautológia felé mozdult volna el egy öntöntös oroszlán gondolatsort, és úgy voltatban megakadtam. Hol is van ez? Ha belegondolunk abba, hogy az általunk ismert galaxis, spirálgalaxisnak két világos karja készült, ugye gyönyörű paradoxon ezen a bizonyos táblán, hiszen a fehér táblán a kékkel írom. A világos kar között éppen az Androméda köd felé szárult. Óránként 400.000 kilométert tesz meg. És nem csak a naprendszerünk, hanem az egész galaxis is. Ez azért gyönyörű és azért fantasztikusan szép dolog, mert Hermisztis meg ezt az által elmondottak, amint fent úgy lent, és amint két ügyben konzekvenciájával, valahol azt kell tudni elmondani, azt kellene tudnunk belátni, hogy igazából, amikor jelen valóságról itt és mostról beszélünk, hihetetlen pontatlanok vagyunk. Hiszen ez az itt, az általunk kimondott itt, a Bocskai 11 másik emelet, ez már rég nem ott van. Réges-rég nem ott van. Az elmúlt egy órában csak 400.000 kilométert tettünk meg az Androméda köd felé. Akkor miről beszélünk? Miről beszélünk egy zárt, viszonylag zárt rendszeren belül egy olyan meglátással, aminek ugye az a konzekvenciája, egyrészt tiszt meg biztos szerint, hogy ez az egész dolog azért van, hogy beteljesítse az egy csodáját. Mi van, hogyha ez a galaxis, egy galaxis extragalaxis halmaznak az egy periférikus vagy centrikus, igazából tök mindegy, objektumon. Mi van, hogyha ebben a cirkosac kb. 150 milliárd naprendszerben más értelmes lények is vannak? Mi van akkor, hogyha ehhez képest az extragalaxis halmaz több mint 100 milliárd galaxist hordoz? Akkor hol van a fönt meg a lent? Hol van kint meg a bent? A tudomány látásmódja szerint a legmagasabb beavatások a matematika révén a kvantum elmélet felé mutatnak. Igen ám, de a kvantum elmélet a taoizmushoz, a szufihoz és az asztrológikus látásmódú hermetikus filozófiához képest semmi olyat nem mondanak. Miért nem mondanak olyat? Talán azért, mert amit mondhattak, azt már a védikus tanítások mind rögzítették Krisztus előtti évezredekben. Talán azért, mert amit a védák tanítnak, azt már Hermesztis Megisztos korában megírta. Van egy gyönyörűséges egyiptomi templom, aminek a feliratához az mutat rá, ami a feliratából az mutatkozik meg, hogy nem kell megnyilvánulnia, mert örök. De amennyiben ő egy, nem készült és nem is keletkezett, hanem láthatatlan és meg nem nyilvánuló. A másik passzus, ez a Filéi naptemplom egyik falának és kapujának a következő szavakát olvashatjuk, felvésett a szöveget.
Ő teremtette mindazt, ami van, és nélkül semmi sem lenne. Ezt majd másfél évezetnek később Szent János az evangéliumán kettes soraiba fogja megmutatni. Hogy így áll össze Szent János evangéliuma, Sakyamuni tanítása, a taoizmus költészete, és mondjuk, hogy jól belegondolunk, ez mind az egész Hermes az indítatása. Őt a korabeli hagyomány Szatott Istennel azonosította, aki a bölcsességnek egy olyan fajta számot tartó és minden számba vevő isteni megnyilvánása volt, aki Oziris alvilág királya mellett, ama bizonyos, biztos tudjátok, mérlegetételnél jelen volt és mindent felírt. A mérlegetétel a halál utáni pillanatokba kezdődik és a köztes létbe folytatódik, aminek nyilvánvalóan eleménye a reinkarnáció különböző stációja. Ezt természetesen tudja minden magas műveltség, hiszen számukra valóan a létezés az nem egy olyan fajta linearitás, ami valahol X-be elkezdődik és X-be folytatódik, és valahol X-be fut ki. A probléma persze az, hogy mind a három X ismeretlen. Ahogy ismeretlen az itt, és ismeretlen a most. Csak az eszmélkedés, csak a pontosnak mondható számsorok, és azon a relációi fogják megmutatni, hogy mi megközelítőleg milyen tudás birtokában vagyunk éppen. A halottas könyvek, volt szerencsém kiadni a perzsát, a tibetit, az indiai, illetve a székelyt, a magyart, az iszlámot és a tibetit. A halottas könyvek mindegyik azt mondja, hogy ebben az ittben és ebben a mostban, ami ugye éppen száguld afelé, ahol elképzelhető, hogy várnak, és elképzelhető, hogy az Andromeda köd és a mi galaxisunk találkozásába évmilliárdok múltán megtörténő találkozásába lesz a belőlünk megőrzött állítatnak egy olyan fajta megtestesülése, aki mindegyik képben tudni fogja, hogy mindegyes emberi test sejtje egymillió információt hordoz. Minden egyes sejtünk emlékszik, minden egyes sejtünk egymillió információt hordoz. Hogy miért fontos az egész? Azért, mert mi antropomorfon az Istent és a kozmoszt is ellátjuk különböző emberi attribútumokkal. Holott itt igazából az a kérdés, hogy az örökké valóság lehetséges-e. Ha nincs örökké valóság, akkor azért van örökké valóság, mert nincs örökké valóság. Vagy az a fajta állítás, amely az örökké valóságot tagadja, az az igaz. Ez annak a analógiája, amit majd Hermes Trismegistus egy nagyon késői tanítványa, pontosan Platónnak a tanítványa, Arisztotelész mond ki, hogy azért filozofálunk, mert ha nem filozofálunk, akkor azért azon filozofálunk, hogy miért nem filozofálunk, következőképp nem tudunk meglenni filozófia nélkül. Ahogy nem tudunk meglenni szársorok nélkül, ahogy nem tudunk meglenni érzet nélkül, ahogy nem tudunk meglenni gyermekek nélkül, ahogy nem tudunk meglenni sejtjeink egyből információ nélkül. Nem tudnak fölegyenesedni, nem tudnak megszólalni, nem tudnak levegőt venni. Nem tudnak jogázni, nem tudnak szerelmeskedni, nem tudnak egy pohár bort meginni. Nem tudnak elcsendesülni, nem tudnak feltámadni, nem tudnak valójában inni. Ugye az egész számunkra valóan semmi más nem jelent, mint az, hogy tudomásul kell venni, hogy mögöttünk van egy örökké valóság. Mögöttünk van egy teljes örökké valóság. És mi van előttünk? Egy másik. Belegondoltatok már abba, hogy előttünk van egy örökké valóság, egy végtelen. És vele mondhatok már abban, hogy akár a Hermeszi tanítás okán, hogy amint fent úgy lent, hogy ez azért vagy, hogy betesítse azt az egy csodálatát, amire ráébredhetünk arra, hogy mi
halottas könyvek ismerői, ahol is ugye, mint a Hozidiszi példa mutatja, mint a Hermes Trismegistosi meghatározás megadja, számára kiderül, hogy ebben az életben méltók voltunk erre a testre. Az eszmélésnek, az érzékelésnek, a moralitásnak, a látásmódnak, a megálmodásnak, az állítottak és minden okajtott formának mi folytatói vagyunk. Belemelünk gondolni abba, hogy nélkül nem volna tökéletes a bőrünké valóság. Mert a teljességből senki sem hiányozhat. Senki sem hiányozhat a teljességből. Még a vétkeink, a ballépéseink, a bűneink, a bocsánatunk, a tévedéseink mind-mind a részesei az bőrünké valóságnak. A reinkarnáció tanítása nem azért csoda, mert van az álmám, és az új és új testet, új és új ruhát, új és új alkalmat, új és új lehetőséget hordoz, testesít meg és visz tovább. Nem. Azért, mert ő tudja, hogy ez a végtelenség az övé. A Hermes Trismegisztosi tanításban hasonló módon, mint a tibetiben, bocsánat, ezt így kellett volna, hatos felosztású formavilágot jelenít meg, és akkor ugye nem beszéltünk arról, hogy ez minden esetben a magasság. Minden esetben az állítottnak az a formája, amit az ember újra meg újra kimond, újra meg újra kigondol, újra meg újra átítat, újra meg újra elkezd. Legbelül, legcsendesebb magányába, a szétosztott egyedüliségébe megpróbál megfogalmazni. Az origó pont minden esetben azt jelenti, hogy az isteni világ az emberibe, a titániba vagy arkangyaliba, az éjjel szellemibe, az állatiba, ezt most tibetiul írtam föl, meg a pokollakok világába egyaránt jelen van. A Hermeszi tanításban az a legszebb számomra, ahol mindez idáig, majd néhány passzust felolvasnék a hozott könyvből, hogy igazából az Isten és az emberi közötti határvonal nem érvényes. Számos alkalommal éljük, élhetjük azt, hogy a jónak és a rossznak tudói vagyunk. Számos alkalommal élhetjük azt, nagy mítoszok nyomán, vagy mitológiai filozófiai mélyebb stádiumait bejárva, hogy az Isten és a titánok között nincs valódi határ, hiszen a görög mitológiában tudjuk, hogy ott nagy komoly harcok voltak a fényért. De hát mi a fény? Einstein mondta, tudjuk. Einstein megelőzve tudta, Hermes Trismegistos is, hogy a fény lényegében más, mint információ. Ez olyan, mint a tátátititá. Tudjátok, hogy a fény úgy viselkedik, hogy időnként folyamatos, időnként meg részecske. A folyamatosság és a részecskének az átmenetei óhatatlan hullámzást mutatnak. Éppen ezért a fent meg a lent az igazából ugyanannak a résznek, ugyanannak az egységnek más-más arculata. Ezt egyszerű hétkön a példára ott tudnánk megmutatni, hogy a Dante isteni színjátékában a pokol, purgatóm és a paradicsom ugyanaz a pillanat volt, csak az a kérdés, hogy éppen abban a lelki állapotban mi magunk vezetettsége okán, mondjuk ez Vergilius esetében, a majd később Beatrice esetében megsegítést nyert, most a poklot éljük, a purgatóriumot, a paradicsomot éljük. Étköznap egyszerű tiszta példával, nyugodtan mondhatjuk, hogy az Isten és az ember abba találkozik, amit mi szeretetnek mondunk. Mi mondhatjuk Erosznak is, mondhatjuk Agapénak is. De ez a szanszkrit hagyomány szerint a védikus látásmódban, akár Sákyamuni tanításában, ez a Karuna meg a Maitri. A Karuna egészen más, mint a Sakti. Vagyis magyarul azt akarom mondani neked, hogy akkor, amikor szeretünk, akkor isteniek voltunk. Ezt a hétköznapi szinten párkapcsolatban is nyugodtan megfogalmazhatjuk, hogy amikor azt mondja a másik nekünk, hogy isteni voltál, drágám, szóval.
hogy ezt a határt képesek voltunk meghaladni, átlépni, vagyis kiderül, hogy a határok valójában illuzorikusak. Ha belegondoltok, valójában az egész illúzió. Az egész mája, az egész lilla, az egész játék, az egész látszat, káprázat. Miért mondom ezt? Azért, mert Antoine Saint-Exupéry, a kisherceg írója mondja azt, európai ember számára, pontosabban napnyugaton élő ember számára, hogy a valóságot, a lényeget, a mélyet, a létezést az ember a behúnyt szemei mögött látja meg igazából. Ha belegondoltok, amikor zenét hallgatunk, akkor van az a pillanat, amikor, és ezt a magyar gyönyörűen kifejezi, amikor felcsendül. Én ezt 21 évvel ezelőtt a Bartók koncertjén vettem észre. Hogy elkezdődik valami, és van a szünet. És ennek a valaminek a szünet fogja megadni az értelmét, az értékét, és aztán újra felcsendül egy másik hang. De mondhatom a sokat is, vagy Morszot is, tehát vagy Pink Floyd-ot. Tehát tetszés szerint behetesíthető. A dolog inkább az élményben van. Abban az élményben van, hogy már megöttünk van ugye egy örökké valóság, előttünk van a végtelenség. És tudjuk azt, hogy ennek az egésznek és a reinkarnációnak ez a nagy kitülemkedése, ez a nagy szépsége, hogy az ember arra ébredhet rá, hogy magában a re, tehát az újra, az ismét, a megint, a karnáció pedig ugye megtestesülés, az egyik pillanat a másikra úgy következik be, hogy mindig tudja, hogy ő nem passzív részese, nem passzív rezisztenciában jelen a létezésben. Következésképp minden gondolatunk, minden szavunk, minden mozdulatunk, de minden mulasztásunk is számít. És nem csak az ember földtörténetében. Ez a gyöngyönyörűen mutatja az emeletet, az emelkedést, az irányvételt, a szándékot, az inspirációt. Márpedig, ha nincsenek határok, vagy nem annyira érvényesek a határok, akkor hogyan lehetséges az, hogy az ember erre képes, arra nem képes? Hogyan lehetséges az, hogy erre a hajlandósága, arra pedig nincs? Ezt a egyszerű Krieger fogja megmondani, ez a tenni, csinálni, cselekedni. Ahogy előbb utaltam rá, az is számít a létezésben, hogy megtehettük volna, nem tettük meg. Egészen más pálya, egészen más döntés, egészen más választás következik ebből. Megtettük? Jól tettük? De megtettük. Bepótolhatjuk? De mit? Hiszen egészen más időben és egészen más mostban vagyunk. A tudatállapotunkat is mérhető módon az egész dolog bizonyságot nyer. Mert is már nem itt vagyunk. Ott kell volna megtennünk, de mire odajutottunk, egészen más belső zajlások, egészen más belső mozdulatok, egészen más belső invenciók érintettek bennünket, következésképp egészen más mondtunk ki. Hányszor, de hányszor van az, hogy lépcsőházi bölcselőként mindig, amikor kimegyünk valahonni, és becsapjuk magunkat az ajtót, akkor teszünk, hogy mit kell mondani, és mire. Mit kell megtenni, milyen mozdulatot, és hogyan. Talán azért van, mert általában, most magamról beszélek, a napi 24 órámból, ami persze tágítható, meditációval, imázsó, morzsumával, sok mindennel tágítható, maradjuk egyszerű konvencionális igazságnál, 24 órából 20-50 percünk azzal telik el, hogy az előző napi hibáinkat, tévedéseinket korrigáljuk, az előző napi dolgainkért bocsánatot kérjünk először is magunktól.
Az ember dolga tehát nyilvánvalóan az, hogy a poklon túl az éhes szellemet betöltve, az állati világot meghaladva, mert amikor ugye arról van szó, hogy isteni voltál, drágám, akkor hozzákerülhet az is, hogy te disznó, tehát azért hétköznapi életben nagyon is jól tudjuk, hogy az ösztönvilágunk, a mélyes, valódi fizikai létezésünk méretetlenül messze kezdődött valaha, és hihetetlen magasan mutatva, ebben az állapotban zajlik éppen, ahol bizony ütközik a titán az állattal, ahol bizony az éhes szellem nagyon is jelen van a mindennapjainkban. Az egész jelenti tanítás ilyen értelemben talán ott adja meg az értelmét, amikor is a ma bizonyos híres tabula smaragdina első sorait szép lassan olvassa az ember, belefeledkezve abba, hogy a csend milyen sokat tud jelenteni, mennyi információt képes átadni, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy a kollektív tudattalan az a teljes eddigi örökké valóságot megőrizte. Tehát a mi korabeli életünk, vagy a mi etesben megélt élményeink mindegyike, bár legyen bármilyen előjel is, az benne van a teljes örökké valóság minden megőrző állapotában. A szöveg így szól, hogy a való tévedéstől mentes, biztos és igaz mindenek felett. A való tévedéstől mentes. Tehát az örökké való, az örökké való. Az nem zárt, vagy mitoszok szerint nyitott, vagy behatárolható, vagy lekorlátozható, vagy mértékkel illethető. Azért biztos és igaz mindenek felett, mert örök. Magyarul, nem Krisztus előtt 5626. október 10-én teremtette Isten a világot, szóval nem. Lehet, hogy Béroszosznak a 216 milliárd év az túlzás, gondolhatják egyesek. De a védák tanítása szerint is a jugák, azok igazából Maha jugának tehát a világkorszakokról beszélve, eonokról, ugye? Amiről egyébként Jézus is beszélve, hiszen az ógörög újszövetségi tanításokban nem az örökké valóságról van szó, hanem világkorszakról, tehát eonokról van szó. Mindenek felett való, biztos és igaz, hogy ami fent van, a lentihez hasonló. Mondja a Holnap Sándor féle fordítás, az van a kezemben. Beteljesítve az egyetlen számtalan csodáját. És ha ma már szó esett arról, hogy a sumér agyaktáblák üzeneteit, amit Benoszosz is tudott olvasni, az özönvizet megelőző állapotokról tudósít bennünket, akkor itt engedjétek meg, hogy mint a Körösi Masárdó Magyar Egyetem szervezetője, két agyaktárra rámutassak. Az egyik az, hogy egy angol száz megfejtés szerint három kutyaforma volt egy agyaktábla töredéken, és az angol száz megfejtés pedig így szólt, hogy Puli, Kuassa, Kamadaur. Nekem ilyen gyönyörűséges nagy mackó nevű kovaszom van. Miért fontos ez nekünk? Mert valószínű, hogy minden egyes ember családállítás megmutatja, mint egészen jó módszer, nem terápia, hogy mindegyikünk hihetetlen sok mindent hordoz, őriz elejétől. Feleségem Farkasi vagy Mária, aki a polcalemet csinálta annak idején a hospice-t Magyarországon, hipnózis vagy úgy, ő egyszer levitt egy nagyon szép utazásba. A Babel Bélától tanult egyébként utazók. És ebben az utazásban
az volt a dolog lényege, hogy meghívtam az őseimet. Mi hegyoldalú lakunk, és oda hívtam meg az őseimet. És jöttek 5-10-100-an, 10-000-en, 100-000-en, nem tudom mennyien. És ahogy nőtt a hegy, egyre többen voltak az őseink. Bizonyos számadatok szerint minden mai magyar élő embernek több mint 1 milliárd őse van. Csak a Földön. Hogy hogy jött ki ez a szám, azt most nem tudnám végigvenni. Betesítve az egy számtalan csodája pedig igazából arról szó, hogy amikor meghívtam az őseimet, és az első sorokban volt egy-két ismerős arc, és aztán volt a 78. sor bal szélén valaki, aki nagyon-nagyon közel áll hozzám ma is. Momentán a harmadik fiam. És mit tudom, a hanyadik sorban volt még néhány ismerős arc. Akkor így rádöbbentem, hogy ennek nincs vége. Nekünk személy szerint sincs, mert tudjátok nagyon jól, hogy ez a personál egy állarc. Tehát legbelül, legmélyen az az 1 millió információ per sejtenként, az sokkal, de sokkal több sem, mint ezt korábbi más textusban mondom volt, sokkal több sem, mint belemennénk gondolni abba, hogy mennyi minden levünk képesek. Legtöbben itt is, most is elmúltunk 21, meg 35 évesek is. A többit már nem sorolnám fel a hétemenkénti lépkedést. Hányszor éreztük azt, hogy én nem csak erre születtem, hogy ennél sokkal több van bennem, mint ami ezzel képes voltam produkálni az életben. Hányszor fusztál bennünket, hányszor ébredünk arra, hogy rossz álmunk volt valamiért. És az elmi jogába kellőképpen tudatosságra tettünk szert, akkor utána tudunk menni annak, hogy ez nem másról van szó, mint arról, hogy ez a világ, ez a méltatlan csodájával, ez hihetetlen komoly feladatot is rólt ránk. Azt mindannyian tudjuk, hogy a földre születésünk az azért nem büntetés, mert a föld ahhoz képest túlságosan szép, és sok csoda dolog van rajta. A nő, a gyermek, a szerelem, a zene, a költészet, a filozófia és Hermesztis Mésztos. És Sakyamuni Buda, és Lao Tse, és Jézus Krisztus, és mindenki. Ugyanakkor nem is utalom. Mert annyi borzalom van, iszonyat fájdalom, zavar, félelem. Éppen ezért azt gondolom én, hogy itt egész biztos, hogy a középutat kell megcélozni. A jutalom és a büntetés között, ami pedig nem szólhat másról, mint arról, hogy tanulás. És a tanulás révén minden pillanatban ennek a továbbadása. Ahogy a gond feloldódik a gondolkodásban, és feloldódik a gondozásban. Ezt a magyar tökéletes nem tudja. A német filozófiáról egy kicsit megfeledkezett. De hát nem is ez volt a dolguk nyilván. Ahogyan pedig az összes dolog ebből az egyből táplálkozik, így mindenképpen említeném a másik agyagtáblát, a másik kedvenc agyagtáblámat, szintén az angol száz megfejtés szerint két gyönyörűséges csillaggal, biztos láttatok már ilyet, ábrázolták az Istent a ékírásban. És ezt duplikálták, tehát ugyanúgy. És ez a kettős jelentette azt, hogy egyetlen. A kettős isteni ilyen.
ábrázolás mutatta meg az egy egyetlen. Tehát az az egy, amely beteljesíti az örökké valóságot. Ez pedig azt fogja jelenteni számunkra, akár asztrológián foglalkozunk, akár I-Ching-gel, akár más hermetikus megközelítés látásmóddal, hogy a megfejtés talán megsegít bennünket a megértés okán. Az említett a nevét nem mondtam, Taylornak hívták, mi furcsa, gyakori angol száz név. Ő azt mondja, hogy ezt nem tudom magyarul, ezt körülbelül úgy ejthették a korabeli sumér agyaktábla olvasók, hogy Esten vagy Isten. Miért érdekes ez? Mert én azt gondolom, hogy édesanyám nyelvén a megfejtések okán annyi minden keresztül megpróbálom felmérni a honnant és a hogyant mindez idáig, és innen a következő lépést a magas spontaneitásában, természetesen eltervezettsége mentén megpróbálom tovább lépni, tovább adni. Éppen ezért a gondból, ennek az egésznek a gondjából, az örökké valóság teljes gondjából számunkra az van adva a végtelenségből, hogy az ember nem véges. Ez a bennünk lévő hihetetlen gazdag létállapotok összessége, ez belőlük újra meg újra kigöngyölődik, és azt fog megmutatni, hogy jé, hát én ezt is tudom, jé, én el is képes vagyok, hát csoda, te jó. Vagy felocsodunk, vagy megdöbbenünk, vagy ráébredünk. Hogy a kozmosz miértünk van. És nem mi vagyunk a kozmoszért. Éppen ezért a világkorszakok mindegyike azt fog megmutatni számunkra, maradva a Szabolcs Marina szövegénél, hogy úgy minden ebből az egyből vett eredetét egyetlen átváltozás által. És akkor itt jönnek a gyönyörű képek, hogy az atya a nap, az anyja a hold, a szél hordozta a mélyében, a föld tartja fenn. Hiszen a tökéletesség benne lejjék eredetében. Akkor, amikor az isteni létteremtésről tesznek említést, magasztos filozófiák és nagyszerű vallásbölcsész rendszerek egy dologról mindúttalan mintha elfeledkednének. A védák nem. Hogy nincs semmiféle értelemben kezdet. A logos sem. A kimondott szó, vagy a megnyilvánult hang, az első mozdulat létét is valaminek meg kellett előznie. És itt egyszer a dolog belegondoltok, akkor ebben az egészben az van, hogy a végtelen, végtelenül végtelen. Még egyszer, a végtelen, az végtelenül végtelen. És ezt az ember mondja ki. Akiben van egy kis állat, olykor disznó, van egy kis isteni sugallat, vagy megsegítő erő, ne az Isten. Isten a tenyerén volt, orosztánokban egyébként gyakran, és nem ritkán az angyalokkal kacérkodunk. Akár a vállunkon lévő két önangyallal, akár azzal az angyallal, akivel szerelembe estünk évtizedekkel ezelőtt. Hogy az éhes szellem mind újra táplálja ezeket az energiákat, és az energiák mindegyike bizonyos értelemben aláismerít
sokszor nagyon-nagyon magasra emel. A megemelkedés talán azért mondhatni pozitív gondolkodásnak, vagy ilyenfajta megközelítésnek, mert maga a megemelkedés az azt fog jelenteni, hogy rálátunk a korábbi önmagunkra. Rámerünk látni korábbi önmagunkra. Van bennünk akkora belátás, legalább egyre szám első személyben, hogy a bennünk lévő jót, rosszat egyaránt mérlegre tesszük. Biztos tudjátok, hogy amikor ott Isten feljegyezte, tehát Hermeszként feljegyezte a Oziris előtti a halott állapotát, akkor az egyik serpenyőbe az ember szívét helyezték, a másikba pedig egy tópiét. A tópi egyébként jelezte Máté Istenőnek az igazságosságnak és az örökké valóságnak a szimbólumát. Jaj volt annak az embernek, akinek ez a serpenyő megbillentette a kemény szívokán, vagy a páncélozott érzések miatt, vagy a megmelevedett gondolkodás miatt. A szívbéli jóságát elvetendő megbillentette a tópiét. Ha egyensúlyban volt, akkor mindenben rend volt. Ide idézném még Oziriszhoz méltó módon Gilgamest király, akiről biztos tudjátok, gyönyörűséges eposzt szóló, Rákos Sándor magyar fordításában az új babiloni változat olvasható némi töredékes végkifejlettel, hogy ő volt az, aki túlélte a kisiselte 28. században, túlélte az utolsó özönvize, és mégis az volt a dolga, hogy a törvényt betartva, a törvénykezést kiterjesztve, megharcolva a saját természetével Enkiduval, de ezt a sztori bizonyára ismeritek, ő volt az, aki elment és fölkereste oknap Istent, aki túlélte ugyancsak az általunk belátható özönvizek mindegyikét, számos ilyen volt az elmúlt 50 ezer évben, és a különböző geográfiai viszonyokat ezek a dolgok gyönyörűen átstruktúrálták, és kérte tőle a tanítást. Maga a sztori gyönyörűséges, mindenféle nehézséget kellett kiállnia, ahogy ezt egy nekünk is mondhatok bele. Reggel fölkelsz, nincs kedve fogatmosni, mégis fogatmosol. Nincs kedve menni a munkába, mégis bemész, szóval hülye a főnök, hazamész, akkor ott van valaki, akit egyébként szeretsz, de most éppen is hozzá kedve. Aztán jön valaki, akit egyébként szeretsz, csak kicsit talán más kellene, szóval. Tehát mindig az ember mindig ott van, ahol nem biztos, hogy te 100%-ig szeretne. Gilgamest ennek okán feltette a nagy kérdést Úrnak Istennek, hogy mondja el a halhatatlanság tanítását. És 6 nap 6 éjszaka mondta a nagy beavatást. Tudjuk nagyon jó, hogy a nagy beavatásokhoz nekünk nagyon kevés a 6 nap 6 éjszaka. Akár egy magas matematikáról beszélek, akár egy zenei talentum kiteljesedéséről, de akár a filozófiák ismeretéről, akár Hermes Trismegistus olvasatáról. Én azt gondolom, hogy 130-as ég alatt nem érdemes nekiállni, szóval. Miért mondom ezt itt? Mert biztos vagyok abban, hogy az asztrológiához nem csak a szívóság esélye szükséges, hanem a magas intelligencia. A kasztok azok így működnek. Nem azért találkozunk Velencében, vagy New Yorkban, vagy Ausztráliában, meg kicsi a világ, hanem azért, mert kasztnak ugyanaz a csapása. A közelmúlt történései megmutatják, hogy fajok, népek, kasztok egy bizonyos csapáson járnak, szóval. Úrnak Isten megadja a választ, 6 nap 6 éjszaka, a Wolfram Gilgamest hallgatja, és ébredésnek egyik pillanatában ráébred arra, hogy a halandónak semmire sincs ideje, a halhatatlannak meg mindenre. Bennünk is. Amikor mondja a költő, hogy eljárunk arra még, a
akkor erre azt mondja Karácsony Sándor, hogy a magyarnak azért van mindenre ideje, mert ő az örökké valóság. A patópál. Ezt érezzük, hát egy tupla aztán ez a legjobban szól. Napok nem csinál semmit. Legtöbb, akkor csinál legtöbbet. Nem tudom, biztos gyakorló szülők vagytok, legalábbis nagyon remélem, hogy amikor bemész a gyerekhez és megkérdez, mit csinálsz, és azt mondja, hogy semmit, jó van gyerekem. Mondja magába az ember, hogy én felé nem, mert látja, hogy két könyv van előtte, az egyik az valami akármi, a másik meg ugye a jobb anyag. Valamivel lefedjük, szakállal, fekete ruhával, szóval. Valamivel lefedjük azt, ami bennünk izgalmas, remek, áhítozik, időnként kioldódik. Sok esetben persze az oldások, az általunk létrehozott oldások csomókat nyernek el, de hát ez már csak ilyen szépségre szóli. Summum bonum, Gilgamesh ugyanazt írja, nem Tozidisz. Hogy saját magának a létét, saját maga tudja minősíteni. Osiris is hiába kérdezi ki a 42 haláldémon. Ennyit tudom így a halottos könyvben is olvashatni erről. 42 haláldémon kérdezi ki magát a halottat, aki a szívét ráhelyeztette a bérleg egyik a serpenyőjén. És ott egyfajta negatív konfessziót kell ellátnia, elmondania. A kérdések úgy szólnak, hogy elvetted-e az éhes embertől a kenyeret, és akkor azt kell mondani, hogy nem vettem el, elvettük. Nem, de nem ilyen fantasztikus jó érzés az, amikor a piros lámpán ez Budapesten gyakran van, de hagyjam mondani, a Párizsban, vagy Nápolyban is sok ilyen van. Piros lámpán oda jönnek, és kérik, és akkor ott adsz. A fölöslegedből adsz valamit. És az milyen jó érzés. És amikor elfordulsz, az milyen rossz. Amikor már nincs aprót, vagy már mint a 8. embernek már adszik újabb 200 forintot, szóval. Hogy nem, de nem rossz érzésekkel és jó érzésekkel vagyunk minden nap. És este, amikor hazamegyünk, kinyitjuk a hűtőajtót, és nagyon sok jó érzéssel vagyunk az nap irán, akkor megkínáljunk a jó kis sütivel. Mondjuk kérem magam, hogy a vörös borgár vagyok. Szóval, tehát megjutalmazunk magunkat. A Gilgamesh-től Osirisznél ugyanaz a példa, hogy megjutalmazunk magunkat, vagy megbüntetjük magunkat. Megbüntetjük magunkat akkor, amikor megvárjuk az ujjunkat, vagy amikor csúnyán beszélünk a budapesti közforgalomban, ez mondjuk nem is a rendkívüli, és a csúnya szóra, vagy csúnya gondolatra a másik autós érdekes módon reagál. Biztos megfigyeltétek, hogy ezek a dolgok hogy állnak össze. Hogy van a kint meg a bent? Hogy van lerendezve a dolog? Bennünk mennyire harmonizál, mennyire illik össze? És mennyire vagyunk a szélsőségek okán? Máté Istenet említette volt, az ő ábrája, az ő egyik szimbóluma a tolpie, a másik pedig az egyenes nádszál. Biztos tudjátok, hogy akkor, amikor nagy amplitúdókkal, nagy impulzusokkal vagyunk, és elindultunk valahonnét, és eljutottunk valahová, és ott nagyon jól érezzük magunkat, akkor ott szeretnénk megállni, megmaradni, megpihenni, kioldódni, és onnan nem vágyunk tovább. Igen ám, a mozgás, a tehetetlenség, az entrópia, az energia különböző megmaradási és meg nem maradási formái tovább visznek, tovább lőknek. És akkor megéljük újra meg újra megint azt, amit kisgyermekkorunkban, hogy akkor, amikor kitettek bennünket a szőnyegre pár hónapos korba, fél éve, egy év, attól függ, ki, mikor, akkor egy bizonyos ponton túl megpróbáljuk felegyensedni. Eljutottunk valameddig, ütköztünk a világgal, megtapasztaltuk a világot, és megpróbáltunk felemelkedni. Először belekapaszkodtunk a bilibe, aztán a székbe, aztán anyuk nem vette észre, már fönt voltunk a szekrény tetején. Ezek a mozgások, ezek a formák azok, mert a horizontalitás egy bizonyos idő után már nem izgalmas, nem érdekes, felfelé akarunk emelkedni. Legyőzni azt a fajta gravitációt, ami a tapasztalásainkkal
mint egy megkötnek bennünket. De háborgunk és forrónk ellene, és megpróbálunk utat, módot keresni. És a különböző eszközök, akár ez a támaszkodás, akár ez a támaszkodás, akár az asztrológia támaszkodása, megsegít bennünket arra, hogy másfelé tájékozódjunk. Vagyis a horizontalitás nem igaz, következésképp minden pillanatban keresünk a fentet. És ez nem csak azért van, amit korábban mondottam, hogy jobban rálássunk a korábbi önmagunkra, hogy hogy is volt ez egykorom, akár az embrionalitásunkra. Biztos tudjátok, hogy az embrió is lát, hal. Egészen másként viselkedett a párom pocakjába Domonkos, ő az elsőszült fiam, amikor Beethovent hallgattam, mint amikor, mit tudom én, mi volt akkor? István a király. 80-as elejéről beszélek. Egészen más volt. Egészen más impulzusokat kapott. És nem csak az embrió lát, meg hal, hanem halott ember is. Éppen ez az életnek minden fázisa, az általunk belátható kezdeteket megelőző pillanattól az élet után minden egyes fázisái, halál beálltának órája után is, még lő a köröm, lő a haj. Bizonyos tanulságunk szerint, akik kenetéket vagy mutat olvasunk, hogy nekik elképzelhető, hogy hihetnünk, hogy bizonyos létalapotokat élnek meg a csendben, a fényben, az oldottságban, a szabadságban. Szomóban visszatérve, tehát ebből a kimozdultságból elindulunk egy másik irányba. És amikor már eljutottunk annak a széléig, az általunk megélhető széléig, éppen ezért nincs recept. Tehát nincs olyan, hogy ettől eddig neked, ettől eddig neked, nincs ilyen. Mindenki számára egy belső vezérlés van adva, ez a démon. A görögöknél ez mindenféle értelme jó volt. Babilonban, Sumérban, Indiában. Sőt, még a perzsáknál is. Tehát amikor elértük az általunk megtapasztalható legszélsőségesebb létállapotokat, ahol azért kellett visszafordulnunk, mert elért bennünket a szenvedés. És újra megpróbáltuk megkeresni, megtalálni azt a pontot, azt a hétállapotot, ez lehet, hogy egy óra, lehet, hogy egy pár másodperc az egész. Lehet, hogy egy végtelen kitekintés, lehet, hogy egy hihetetlen nagy áramlás az egész. Akkor itt ebben a dologban megint megpihentünk, megint elértünk, megint jó volt. De ebből megint kimozdított valami. Rá lehet fogni ezt a politikára, rá lehet fogni ezt a irodalomra, rá lehet fogni ezt a hagyomány különböző ízének torzító hatására, okán megint kimozdult bennünket valami, és így megy az egész, így megy. Itt van 49 év, aztán ugye jönnek hetesével a felosztások, és egyre közelebb leszel ahhoz az állapothoz, amit mindig is nagyon-nagyon szerettél volna. József Attila azt mondja, hogy bizonyító katona, felelőm lesz. Tehát mindig valamit akarunk, és aztán rájövünk, hogy már nem akarok boldogat felelőm lesz lenni, se tűzoltó, se katona. Szóval állaptalan alvás idejére egy felmagasztult, felébredés állapotának igényével eljut az ember odáig, hogy egyre jobban érzi magát legbelül. Ebben a belsőségben nagyon keveseket enged be. Olykor az angyalok valamelyikét, egyszer-egyszer az ősöket, többször a szerelmet, illetve a gyermeket, nagy néha egy-két barátot, de annak tényleg olyan kell lenni. 35 előtt, vagy 21 előtt ezek a dolgok más jelentenek, más élménnyel bírnak, más tartalmat hordoznak. Más tudatosulási szintben a létezésből más és más tagadunk meg. Más és más értelmezünk abból, hogy az örökből milyen örökséget nyertünk. Személy szerint ebben az állatban, ebben a maskarában mit hordozunk, mit tartalmazunk, mit bírunk, mit mutatunk fel a kozmosz számára.
kozmoszba a mi energiánkkal, impulzusunkkal, hajlamunkkal, készségünkkel, ipunkkal milyen fényt vagyunk képesek visszabocsájtani. Hiszen tudjuk nagyon jól, hogy a kozmoszba a megvilágított objektumok hihetetlen nagy távolságban vannak egymástól. Belegondoltuk abba, hogy egy föl-nap távolság az emberi léptékkel az aljára felfogható. És akkor a jelő kedvenc Plutójáról meg a Neptunáról már nem is beszélek. Gyerekek, akkor még csak egy bizonyos naprendszerben, egy kvázi ismert naprendszernek behatárolható, megmagyarázható viszonyrendszerébe tekintettünk bele, abból bizonyos információt nyertünk. De hol van ez meg a 150 milliárd naprendszer és általunk nagyra értékelt galaktikus mi voltunkhoz képest? Hol van az ember akkor, amikor kint van? Hogy jut el egészen befelé. Ehhez megvannak a hagyományok. Hermes Trismegistus nagyon sokszor beszél az elcsendesedésről, az elmélyedésről, de hát ez teljes mértékben megfelel a jógik tanításának, teljes mértékben megfelel a szufi misztikának, teljes mértékben megfelel, hogy nem menjek nagyon messzire, egy Abzsai Szent Teréz belső várkastélyának, vagy egy Loyalis Szent Ignác lelki gyakorlatának. Tehát nincs olyan nagy vasszizdasz a különböző világvallások között ebben a dologban, hiszen azt gondolom én, hogy egy bizonyos ponton túl minden világvallás ugyanarról beszél. És akkor piramis rajzoltam fel. A piramis igazából nem azt fog jelenteni, Hermes szerint, hogy itt egy papkirály örökkévaló álmát alussza a legmélyebben, legbelül, legvédettebb állapotban, hanem ez igazából sem más nem fog jelenteni, mint az, hogy vannak a kövek, vagy megkerült létállapotok, amelyek lekerültek a Földre, és ezek a kövek mindegyike tartja az összes többit. Nincs az, hogy ez a kő vagy ide akar kerülni ebben a létben, ebben a megkövült struktúrában, ebben a kőkemény, hihetetlen nehézséget hordozó létállapotban. Ennek a kőnek itt van dolga, ennek a kőnek ott van szerepe. Nincs olyan, hogy innen lelépek, aztán biztos emlékeztek a 60-as években volt ilyen, ilyen hippi kiáltvány, hogy állítsátok meg a világot, ki akarok szállni belőle. Nincs ilyen. Ebből a világból hova? Ebből a testből? Hát tök jó ez. Adnak belőle 94 évet. Tehát maga a piramis igazából semmi más nem, mint lét struktúrát. Azt, hogy karmikus küldetése a minden egyes atomnak, minden egyes részecskének, minden egyes energiacsomónak, minden egyes úrnak, szának, szövetnek, szövétlennek. Ezért az itt és a most az cirkasac kb. Ilyen kvázi, tehát mintha valóság lenne. De gyerekek, miközben ezeket a, remélem, nem csak számomra összetett világábrázolásba belekezdtem, azóta már nagyon-nagyon-nagyon sok kilométert tett meg a Földünk a világ űrben, hogy a világ mindenségnek a szerepét betöltse földszerűségébe, életszerűségébe, emberségébe. Nincs, hogy ebből kiszállunk. Nincs olyan, hogy majd ebből a nirvánába. A nirvános a szamszárában van. Ezt a későbbi buddhizmus Hinajának meghaladó létállapotaiba, akár a Mahájának, akár a Vajjának teszik. Ez evidencia. A kérdés igazából az, hogyha őszintén igazából megválaszolsz, az őszintén igaz felvetése, kérdése, hogy vagy. Barátom egyszer föltette. Nem egy, nem kettő, legutára jelenő, hogy boldog vagy lőrinc.
És akkor erre azt válaszoltam, hogy hát 1974-ben már voltam egyszer beteg is. Tehát tudom azt, hogy ahhoz képest ez milyen állapot. Ahhoz képest ez a hihetetlen sok minden, ami az ember számára kapaszkodó, vagy otthon, vagy támaszt, vagy erő, vagy sugárzás tud lenni, mit adhat? Miért fontos ez? Mert ha jól vagyok, és ez a van, ez képes hatni, mert nem képes nem hatni, minden impulzus, minden energiacsomó, minden részecske a létezésbe önmagába nem létezik. Bizonyos relációkban, bizonyos viszonyrendszerekben, bizonyos dimenziókban és kiterjedésekben ennek a vannak hatásai vannak. Óhatatlanul. És a van igazából vannak. Vagyis soha senki, semmikor sincs egyedül. Nem közönségek vannak bennünk, és a sejtjeinkben, amelyek osztódnak és a többi utolvájtet, hordoznak egy millió információt, akkor számunkra az az izgalmas, hogy ez a van, ebben a cirkosat kb. Ittben és mostban, ebben a hihetetlen gazdag jelenvilágban, éppen cserélődik el. Gondolj itt arra, hogy az egy millió információból mennyi a standard, mennyi a ki tudja hány milliárd év óta meglévő valóság, és mennyi az egyes szem első személyben hozzátett, hozzátapasztott, hozzátapasztalt létforma. De ezért azért izgalmas az egész, mert ugye a DNS megmutatja, hogy ha bármelyik egység jellet kap, módosul, változik óhatatlanul, akkor ott egészen másfajta élet átadása történhet. Ez azért szép, mert nekünk, velünk, bennünk és általunk ez a világ újra meg újra más arculatot mutat. Vagyis magyarul az általunk meglátható, tapasztalható, érzelhető mindenség, behatárolható mindenség, az mindegyes percben, mindegyes órában, mindegyes évben más és más arcot mutat. Nem azért, mert momentán több mint 7 milliárdan vagyunk ezen a gyönyörűséges bolygón, ebben a szamszárikus bolygó részben, hanem azért, mert ebben a 7 milliárdban a standardek, a konstansok állandóak. Tehát a konstans, persze az állandó. Tehát a dolog onnan kap igazságot és onnan kap egyfajta hermetikus felütést, hogy jó-jó, hogy az emberiség szaporodik, de közben az állatvilág megpusztul. Jó-jó, hogy mi ennyi mindent tudunk, de ahhoz képest ennyi mindent elveszítettünk. Jó-jó, hogy mi a veszteségeinken is hihetetlen sok nem tanulunk, csak itt a kérdés az, hogy eljutottunk-e arra a belátásra, hogy valójában is ez nem olcsó szójáték akar lenni, vannak-e tényleges kilátásaink? Kilátunk-e az énből? Amit időnként idézőjelbe teszünk, időnként zárójelbe, időnként gondolatjel közé. És ez nem puszta grammatikai kérdés. Gondolatjelek közé tesszük akkor, amikor elhallgatunk, aztán újra kezdjük. Zárójelbe tesszük akkor, amikor bizonytalanok vagyunk. És idézőjelbe tesszük akkor, amikor előveszünk Daubner Bélát, a kalójelőt, Helmisztiszt meg Isztoszt, megint a kalójelőt, meg a Hitchinget. Nem tudom, más irodalomban egy, nekem egy bővedelék. Tehát itt a kérdés, mindig idézőbe teszünk, amikor Jézusról beszélünk, vagy a Buddháról beszélünk, vagy amikor a nagy magyar költészetről beszélünk. Mindig idézőbe teszünk akkor, amikor arról beszélünk, hogy első hasonlás,
Na de ennyi volna az egész? Nem. A zseniális vált ezt megadja a választ, illetve a folytatásban, a következő sorban, hogy a mindenséggel bírt magát. A mindenségnek ez az egész dolog, amiről majd szó esett, egy szegmense, egy változata, egy nagyon leegyszerűsített hétköznapi változata. Ennél sokkal, de sokkal több az ember, ennél sokkal, de sokkal többet tanított Hermes Trismegistos. Ennél sokkal, de sokkal pontosabb az asztrológia, és hagyja mondjam, az ígységi. És tudjátok nagyon jól, hogy ezek nem jóslatok. Az ókörök profétés szó igazából azt jelentett, hogy jós, az, aki jósolni tud. Itt a zsidó, a görög, meg a perzsa mágusok okán. A perzsa jósoknak kell említést tenni, akik beleláttak az egyszerű hétköznapokból, azokba az ünnepnapokba és a ünnepnapokat meghaladó létállapotokba, ami minden egyes nap, ami naponta új, új feladatot ró, új feladatot ad. Akkor, amikor az ember ebben a valóságban ébred fel, akkor azt is kell, hogy hordozza és tudja, hogy a Hermes Trismegistos által megfogalmazott 14 ezer évvel ezelőtt átadott tanítás, az nem máig él, hanem egész biztos, hogy még holnap is lesz érvénye. Nem máig él, mert az emberiség legnagyobbjai közül neveket most nem mondanék, de ma már mondtam épeleget. A legtöbb tudja a mindenséggel bírni magát. Ha nem is írták le, ha nem is komponálták meg, ha nem is festették meg, ha csak elmondták és nem írták le. Tudjátok, hogy Jézus nem írt egy szót sem. Nem, egyszer írt a porba. Elfújt a szél. Lao Tse írt 81 verset. Ő már szószátjában. Sákyamuni 40 éven keresztül mondta ugyanazt, és nem ért a semmi. Szokratész sem. 20-valány éven keresztül kérdezte az embereket a piacon, a fürdőbe, a lakomákon, és nem ért a semmi. Mi ehhez képest grafomának tudjuk? De szeretjük. Mert az egész dolog felold, és írás közben időnként az a szép állapot, hogy meg is világosodunk. Benne van a szívünk. A magyar nyelv a maga ragozottságában azért képes összefoglalni oly sok mindent, ezért mondta Sir John Browning, a magyarokról, hogy a magyarok a költészet népe, mondjuk József Attila, meg Adi, meg Petőfi, meg Balassa Bálint, nem semmi kunsz nincs ebben, megállapításban. Mert a mi édesanyánk hagyománya okán olyan elevenséggel él az egész Hermes Trismegistosi hagyomány, amit csak egyetlen egy szóval lehetne leírni, talán. Ez hosszú így. És akkor én elválasztanám. Minden, ami fent van, az van lent is. Minden, ami bent van, az van kint is. És az van kint, ami bent, és az van lent, ami fent, ez a görög dilemmák. Ezért mértékes egyensúly szerint, mert ha nem van a mértékes egyensúly, akkor biztos tudjátok, hogy ez a világ már rég a nagy recs korszakában lenne újra, és ki tudja hanyatszolni. Mértékes egyensúly szerint így semmi sincs, ami nem fentől származik, és nem oda tér vissza. Igen ám, de a segítség igazából arról szól, hogy az embert úgy segítse meg az ég, hogy minden egyes órában tudja,
hogy az ég nélkül nem volna föld, élet és ember. Nem tudom, ismerik ezt az elméletet. A világ keletkezésének turbulencia elméletekben foglalkozó látásmód, asztronómia, csatológia, amely azt mondja ki, hogy egykor be is határolja, 14 millió fényével ezelőtt egy hatalmas csillagnak fel kell robbanni ahhoz, hogy aztán ennek a méltatlan időnek el kell telnie, hogy a ide eljutott impulzusok, fénysugarak, fénynyalábok életet hozzanak létre. Ez csak úgy lehetséges, elmélet szerint is, hogyha a fény magába információ. A fény információ. Ezért a sötétség nem is ismereti fel. Honnan tudná? Honnan tudná nem tudás, hogy mi a tudás? Mi nem e között vívódunk nap, mint nap, hétevenként megújulva? Születésünket megelőző fogadtatásunk áldott pillanatától, a haldoklásunk áldott állapotain túl, a köztes lét felé halálkapuján átlépve. Én azt gondolom, azt vallom, hogy azt is hiszem, hogy az öregség, a betegség és a halál is csak próba. Szép próba. Jó próba. Igaz próba. Az egész hermetikus tanítás voltaképpen semmi más nem tesz, mint az, hogy újra meg újra próbák elé állít bennünket. A szövegek is arról szólnak, hol Iziszt szólítja meg, hol Aszklépioszt. Tudjátok, ki volt Iziszt, persze, Ozirisz felesége. Ikertársa. Hiszen azt is nagyon jól tudjuk, hogy a nagy szerelmek azok nem a Földön kezdődnek, szóval a reinkarnációkán ennek méretetlen távlatai voltak és vannak egy időben. Aszklépiosz pedig a görögök számára a gyógyító isten volt, akinek Szokratész azt mondta, hogy ne felejtsétek, biztos tudjátok, a bűnök mérget meg kell kinni a athéni bíróság ítélete szerint. És miközben érezte, hogy elnehezőnek végtagjai, tehát jön a halál óvatatlanul, még utolsó tanító szava az volt, hogy Aszklépiosznak ne felejtsetek egy kakast áldozni. Vajon még kellett az orvos istennek, a gyógyító isteni erőnek kakast áldozni, azért, hogy kellő időbe ébessze. Ezt azóta tudom, hogy ott a falun élek, szóval, hogy mi a kakas, meg a kutyogatás, meg a harangszó. Talán azért jó, mert a magaslatról jobban rálátni a dolgokra. Ezért építették a cikkurátot. Biztos tudjátok, 7 szintű intézményrendszer volt. A Sumér, majd később Asszír-babiloni korban. Itt a legkülönbözőbb szintekről jutottak fel törekvők emberek, áldozó papok. Mi magunk is szertartás vagyunk napi 24 órában, és évi 365 napban szereket tartunk. Hol elcsendesülünk, hol megszólalunk, hol gyógyítunk, hol segítünk, hol elveszünk, hol megkésünk. Újra meg újra eljutunk bizonyos szintig, ahonnan is képesek vagyunk visszatekinteni. És a visszatekintés megint csak a korábbi magunk okán fontos, hogy tudjuk, hogy honnét jutottunk el hová. Hogy telt el az elmúlt 7 év? Azért ez nem véletlen volt 7 szintes a cikkurát. Nem véletlen voltak a nagy piramisok. Olyan hihetetlen precizitással. Én nem mondanám, hogy megépítve, szóval. Mindenesetre behatárolva. Biztos tudjátok, hogy a Oziriszre a lélek útja, a piramisból kivezető parányi kis út az Oziris csillagképre volt kalibrálva.
azt hiszem, hogy egy vagy két fok eltéréssel hihetetlen pontosan. De lehet, hogy az elmúlt 4500 év okán is a dolog módosult. Gondolok itt a Földnek a tengely görbületére, akár a különböző nappályákra. Erre a óránkénti 400 km megtett távolságra is. Tehát óvatatlan módosulnak. Hiába van az a félelmetesen pontos gravitáció. Ott egy-két fok Gattatin-t asztrológiával foglalkozó, az asztrológiával beavatott praxisabb írók, tudjátok, hogy ez a 15 perc nagyon sok. 15 percen belül a pontosítást elvégezni, az egy nagyon komoly szellemi munka. Én értelemben az ember, azt gondolom én, hogy mindutalan újra meg újra ki van téve annak, hogy nagyon komoly szellemi munkát nem kételen, mert inkább oldottan, szabadon, mosolyogva végzi, de elvégezni. Itt a kérdés az, hogy az ember az életében tényleg el tud-e jutni arra a pontra, amikor azt mondja, hogy én mindenemet odaadtam. Mint a gazdag ifjúnak mondja Jézus. Ugye azt mondja, nem tudom, emlékeztek arra a képre, amikor a Pázolini megcsinálta a Máté evangéliumot. És a gazdag ifjú egy ilyen nagyon izgalmas arcot. Kapja Jézus az instrukciót is, hogy mindenemet, és akkor hogy megmondja a vállát, szóval, hogy mindenemet. Mi még a szakon felé se tudjuk adni, szóval. Mindenünket. A Mitsubishi Pajero is jó, hogy van meg. Ház fönt legyen, szóval. Mindenünket oda tudjuk adni. De a minden az azt is jelenti, hogy akarat, gondolat, hajlam, készség, minden, amíg mi vagyunk. Ebben a vanban, ilyen értelemben mindig van egyfajta kitöremkedés, mindig van egyfajta kilépés, egyfajta kilátás. De ez az is szükséges, hogy bent egy olyan érlelési folyamat menjen végbe, ami rendhogy a módon, még Hermes Trismegistosin is túlmutat. Még a poklon és a paradicsomon és mindenen túl. Erre mondja az egyik mondatos könyvhez hozzátett kommentár, hogy az embernek nincs más dolga, mint átkelni az örökké valóságon. Átkelni az örökké valóságon. És ebben a minden órában, minden fázisban, minden pillanatban máshol és máshol lesz a nap. Más és más lesz a test. Más és más lesz a világosság, és más és más fog jelenteni a sötétség. Az biztos, hogy ebben a világkorszakban, a mi DNS-ünk révén hihetetlen pontosan be lehet kalibrálni a brámint, a ksatriát, de a sudrát is. És ezek mind mi vagyunk. Többen szám első személyben. A többes szám azért fontos és azért érdekes, mert amikor mondtam, hogy van és vagyunk, akkor tudjuk jól, hogy nagyon sok minden tartozik hozzánk. Nagyon sok minden áll ki belőlünk, és nagyon sok nem fogadunk be. És ennek az elejének, arányának és mértékének az adott meghatározása fogja azt mondani, hogy mégis itt vagyunk. Itt. Ez a porszám. A világosságot megálmodó, a sötétséggel birkózó, az ellentmondásokat hordozó, haláltól félő, a betegségtől óckodó ember. Hermes Trismegistos ilyen értelemben, bár több idézettet gondoltam, könnyítve az értést,
Azt mondja, hogy Isten alkotja az örökké valóságot, az örökké valóság alkotja a kozmoszt, a kozmosz alkotja az időt pedig a keletkezést. Amikor azt mondtam, hogy tovább kell lépnünk, mint Hermész, tovább kell lépnünk, mint a Védák, tovább kell lépnünk, mint Sakyamuni, akkor azt gondolom, hogy már az első szónál, már Istennél többet kell tudnunk, vagy merjünk gondolni magával az Istenről. Nem az, aki így vagy úgy, itt vagy ott megszólított valakit, szóval ennél sokkal több. Nem az, aki bármit elhallgat, bármit. Nem. Az örökké valóság az, ami mindent megőriz, és ennek a mindent megőrzőnek a teljes hiánytalan tudatossága lesz az Isten. Nem személyes és nem személytelen. Fölött áll minden emberi kategóriának. Nem határolható be, nem korlátozható le, nem adható neki mérték. Itt most egy Isten vallás filozófiájával szemben. Én azt gondolom, hogy Jézus is sokkal több, semmit a szinoptikusok meg által megírt. Ha már azzal kezdte jelni, hogy bemutatott, mint könyvkiadót, akkor említeném nektek, hogy a Nag-Hammadi kódexeket kiadtam. Ezek pedig azokat a gnosztikus iratokat hordozó kötetek, amelyet a 90-es években, 99 évre zárolt a Vatikán. Talán azért, mert Jézus utaította a gnózis és utaította a reinkarnációt, amit ugye benne felejtettek, az nem csak a szinoptikusokban, hanem János feltétlen, ami sokkal, de sokkal több értelem. Semmint azt egy intézmény képes volna a maga tévedetlenségében megfogalmazni. Ilyen értem a Római Katolikus Anya Szentegyháza maga tiszta, őszinte, jó, hithű és abszolút meghatározott inspirációs gazdag világával nem kérdés, hogy jót akar. Itt igazából a kérdés az, hogy igaz-e, amit megcéloz. Nekünk Hermes Trismegistos nagyon egyszerű nyelvezettel, például Afroditének írt anyagával, meg a későbbi kommentár irodalommal nagyon sok mindent megad, meghagy. De itt a kérdés az, hogy ha nem, de nekünk kéne Hermészre várnunk, ha már ezt az ígót megadta a Jóisten nekünk. És ha mi sokkal, de sokkal többet gondolunk róla, felőle, sokkal több mindent, principiumot adunk neki, nem azért, mert mi adjuk, nem, hanem inkább azt, hogy felismerjük, akkor ennek az Isten örökké valóságnak hány kozmoszt kell létrehoznia, hogy a maga méretetlen teljességét újra meg újra manifestálja. Ezt a hinduk nagyon szépen tudták a Brahma, Shiva, Vishnu arculattal ábrázolni. Én azt gondolom én, hogy a Trimurti, tehát a Brahma, Vishnu, Shiva felosztással, ők is egy isteit vallás filozófiáját fogalmazták meg. A perzsák az Aura Mazdával szintén. Tehát nem igaz, hogy csak három egy isteit vallás filozófiája létezik, hanem sokkal, de sokkal több. És ennek a sokkal, de sokkal többnek a végtelenről kell, hogy szóljon. Méghozzá kimeríthetetlenül. Éppen ezért ez a vázlat, ez az egyszerű világkép, amit itt felvázoltam nektek, átadtam, felmutattam nektek, ez igazából csak egy indító lépés kíván lenni, hogy merjetek sokkal többet hinni magatokról. Ne higgyetek el a főnököknek, vagy a páratoknak, vagy a gyerekeiteknek, hogy csak ennyire vagytok képesek velem együtt.
Mindenkinek olyan szépet, estét kívánok magamnak. Köszönöm szépen.